Akkor folytassuk a hadjáratot. Tudunk edzeni? Szerintem már föltápoltuk Russellt, nem? Russell sosincs feltápolva. Ez mindig folyamatban van, mindig erősödik. Pomi Gyugyi Lohámmal. Hey, és tényleg van még pont. Csak nem tudjuk elkölteni. Ja. Esetleg megnézhetjük, hogy van-e valami olcsó, de nagyon király move, amit meg tudtam. Nem kell, ne pazaruljunk rá, menjünk harcolni inkább, én azt mondom. Mondta, akartad, akkor menjünk bunyózni. Már csak egy helyet tud menni a chop shopba. WC, akit már megvertünk, Valenji. Ja, az ikertestvérek. Szerintem a Mektel lesz az utolsó, az lehet. Mindig így a Valenji-val van. Milyen hasonló, nem? A VC meg a Valenji. Külsőleg. Azt is tovább, Bence. Minden feka ugyanúgy néz ki. Nem, de még a Kéking is, mert minden izé... Nem azt, hogy a, nem azt mondta, hogy minden feka, hanem azt, hogy a VC meg a Valenji. Pontosan tudom, mire gondoltál. Ez a legszomorúbb az egészben. Annyira távlálok rasszizmustól, mikor hogy ezt el sem tudod hinni. Ugye, olasz meg a német vérrel, olasz, német, magyar, székely, van bennem minden, pont én lennék a rasszista. Hát a német benyomás, tudod. Én meg az olasz. Na tessék, akkor meg is válaszoltuk. Igazából egy vad rasszista vagyok. Most érzem, hogy a VC-nek ilyen kis nagyon vékony kecske. Ja. Szakállalszerűség van, tudod, ez a kis ilyen kozsós, ilyen tincs, csak nem a... csak egy kicsit lecsúszott kicsit az orszán. Szomorú szamuráj. Megcsináltuk mondom a kozsót a játékban. Nem? Hát figyelj, lehet, hogy ő jobban sikerült valami Russell. Hát, kozsó, hát ja, sok tudást nem kell hozzá, hogy megcsinál. Nagy szöveg kell neki, az a tincs. Bármilyen fekete póló, fekete fardellen is kész. Hát azt hiszem, nem lesz hosszú ez a csata. Úgy tűnik. Bazdod a falhoz, az kész. Így még jobb. Blazingünk volt, ezt nem pazaroljuk, ez plusz 500 pénz. De azt mondom, hogy el kéne menni megint öltözködni, lehet, hogy kicsit update-elni tudjuk a Russell külsőt. Ennél jobban már hova? Ennél rasszlemes. Ennél autentikusabb nem, nincs. Biztos van. Legközelebb szól Snowman, hogy vannak új cuccok, elmegyünk és körülnézünk. Jó. Na most gondolom úgy is fognak baszogatni minket. Úgyis egyszerre szól az összes. Ja. Na. Akkor már elmehetünk megnézni a sérót is, mindent. Az lesz, hogy minden ilyen felvételnél meg lesz. Ja, figyelj, most meg van cserélve a memóriakártyát, tudod most. Ja. Hú, megijedtünk a felvételen, úristen, eltűntek a mentések, aztán valami miatt megcseréltük a memóriakártyákat. Ja, lehet én voltam, nem tudom. Vagy lehet, hogy akkor néztük, amikor a Budokai 3-at néztük, hogy a mentés az ami van. Nem tudom, mindegy. A mindegy, hogy... Na. Igen. Szeretnék menteni. Kettesre. A másodszor mentjük. Szeretnék felülírni. Igen, az options-t is. De lassan rá. Remélem nem fog ez minket többbe baszogatni. Na, király. Jó van. Most még azt sem tudom mondani, hogy húzd ki a memo kártyát, mert ugye mindig autószével a játék, az ki tudja, hogy mikor korrupt lesz a... mikor lesz izé... formázás, de, vagy... Amilyen szerencsénk van, szerintem, mit tudom, utolsó meccs előtt ilyen 3-4 izével történne valami. Ne fessék az ördögöt a falra. És milyen tökő, hogy akit legyőztünk, akkor olyan jelképen van, hogy def, hogy def jam, meg hogy defeated. Igen. Lehet, hogy a def jam az a defeated jamnek a rövidítése. Igen, legyőzött. Legyőzött Lekvár. Lekvár. Meg is fejtettük. Ez egy jó rap csapat név lenne, nem? Ja. Mondjuk a legyőzött Lekvár. Figyelj, megszervezzük Magyarországon a legyőzött Lekvár. Legyőzött Lekvár. Figyelj, ha a rap csapat nem lesz belőle, a fanart biztos. Ja. Valószínűleg Balázs fogja csinálni. Vagy Pezi. Ja, igen. Vagy ha esetleg elkezd rajzolni, akkor Mia. Most rajzol nekünk egy fanartot, mert egy hónapja valóban dolgozik rajta, és ami nagyon rendes, nagyon szép, nagyon komoly munka lesz, úgyhogy várjuk. Na, az jó hangzik. Ja. Lesz új háttérképem, lehet? Nekem már van? Hát jó, de nekem ugye eddig a legelső
Nekem az, amit most kaptuk az emerald, amit saját kézzel rajzolt, meg minden, tudod. Biztos láttad az erdőset, ahol minden fát külön megrajzolt. Az nagyon nekem még az első Nidoran-es szengasztikos rajz. Az jó lett az is. Igazából mindegyik jó, amit kaptunk eddig, azért vannak kint. Ja. Mindegyik tetszett. Bibikiszt is jól megszopatták. Apró munkáktól kezdve mindegyiket így. Jaj. Az nagyon durva esés. Szar lehet. Az ilyen bakiparádés videókat az ilyen esésekből rakják össze. De a hangja is volt. Sok ilyen válogatás videó van így a rockkoncertekről, hogy tudod, próbálnak beesni a közönségbe, tudod, hogy elkapják. És mindenki arrébb megy. Persze. Az akkora parasság amúgy. Ilyet láttam már koncerten amúgy. Ez nagyon veszélyes amúgy. Dillinger Escape-en vagy, nem, vagy Boys Sets Fire-en volt, nem is tudom melyik koncerten volt, A38, vagy a srácba ugrott, és pont így két ember közé így arccal előre, így gyökültek, és fölkaristolta a hajónak az alját. Azt hitték, hogy ott meghalt a helyben. Nem lett komoly a baj, de azt tudom, hogy kellett azért varni, vagy valami, de nem halt meg, csak de azért sérült a srác. Orange is valami kemény, ahogy tűnik. Keményebb egy fokkal azért, mint... Fokkal, de... Mint WC. De hát ellened nem elég ez egy fok. Úgy még kárból is kéne nyílt szerint. Kinek kamufeudok a izébe a Dungeon Fight von Yule-ba, hogy a WC az... szenved, mert utálja a Baby Chris, mert attól fél, hogy a WC le akar nyúlni a szarját. Ja. Azt láttad azt, ami szintén van, ezt csinált fanartot, hogy izé... Urológus sávó? Nem, a... A creepy feje van annak az embernek. Igen, hogy azt nem raktam még ki a... Baby Chris jöttünk a szarja idén. A költöztetősök? Költöztető, ja. Az ötletes. A Baby Chris, mi a költöztető vagyunk. Szerintem, hogyha ő menne valahova vásárolni, akkor is azzal... Menj már, remélem. De most komolyan mindig így lesz? Igen. Állítsunk már be az optionsba, hogy ez ne így legyen. Yes. Lemész egyet és kész. Ez most nagyon idegesít engem. Lassan majd nézz őket is. De csak lassan. Mielőtt ez megtörténne. De és az optionst is felülírod? Azt is. Azt is a kettes memóriakártyán. Mondjuk a házba, ezt gyorsan be kell állítanunk vissza autószévre, ami nem tudom, mert hú, ez így nagyon... Szerintem autószév, csak simán cseréld meg a két izét slotot, amikor benne szokom. Ó, most azzal zavarnám őt össze, hogy izén keresi a... Szerinted jó lesz úgy? Persze, csak nem most loading közben. Majd szólok. Szerintem most már sima mehet. Most jó. Várjál. Passz meg. Mindig buherálunk valamit ezzel a szerencsétlen géppel, hol a kontroller törik szét, hol a memóriakártyák kapaszakszunk. Cserélődik fel, ja. Igazi vér és szenvedés ez a... Na, a Snowman! Új ruhák. Nézzünk körül akkor? Persze. Azt mondja, hogy ruha teszi az embert, mi meg emberek vagyunk, úgyhogy... Jó, rendben, autószév. Óra kapcsoljuk be a francba. Úgy. Na! Nem cserélted ki? De! Azt mondja, hogy nincs memóriakártya az egyes slotban, de bent van, bazd meg! Jó istenként! Megigazítom! Hát ilyen is beszarok! Na! A fél rész ezzel fog elmenni. Nos, mi történt? Szerintem kikapcsoltok. Na most úgy tűnik, hál a jó kurva égnek már. Néztem eBay-en, hogy kéne vennem egy új PS1 kontrollert. Uh-huh. És néztem, hogy van-e bontatlan PS1 kontroller. És vannak eBay-en bontatlan PS1 kontrollerek. Ez szép. És tudod, hogy milyen kurva drágák? Hát gondolom, hát nem egy mai darab. 15-20 ezernél kezdődnek. Kezdődnek. Hát úgyhogy egy ideig le kell mondanom róla. Hát vagy nem bontatlant veszel? Hát de azokban meg nem bízok.
Hát... Sok a jó tudsz, csak olyan jó tudsz nincs, ami a Russellnek lenne jó. Szerintem ez a felső, ez jól áll neki. Ez jó, viszont egy világosabb nadrág kéne, mert igen, a nadrág az mindenképpen világosabb. Ugye láttuk is azon a képen. Amikor kaptuk azt a képet, Pezit, akkor jöttem rá, hogy mennyire orbitálisan mellem. Elbasztuk. Szerintem mint az a felső, hogy menj fel egyet és úgy... Az is jó. Faded blue. Egy fokkal szerintem jobb lesz. Jobb. Szerintem jobb. Akkor kéne egy sötétebb barna cipőt keresni. Csukát. Ha ilyen dark, aha, ez kéne. Nézzük. Jobb, jobb. Jó, le kéne venni szerintem a setyekot majd róla, és kéne keresni másik frizurát. És akkor meg viszonylag azt tudnám mondani, hogy egész Russell-es. Bár a igazi Russell-en is volt sityak. Tengerés sapka. Tengerés sapka, de nem mindig volt rajta a tengerés sapka. De szerintem jobban áll, hogyha rajta. De nincs tengerés sapkánk. Nem baj, de szerintem így autentikus azért valamennyire. Próbáljuk meg, hogyha levesszük a sityakot. Ja, persze. Kap egy új sérót, akkor az milyen lesz? Hát mindenképpen jobb, mint ez, ami most van. Próbálj miket rengbe szedni, Stingray. Mert külön úgy összeverünk, hogy beszarsz. Yeah. Nem, a haircut kell. Szerintem izéből is lenne jobb. Kell valami nagyon durva erős borostát kéne keresni, mint szakállat. Hát max az. Dark stubble. Na nézzük. Biztos, hogy nagyon osvány szar lesz. Egy fokkal jobb szerintem. Fokkal jobb. Jobb. Jobb lett. Aláírom. Az ne. Azt szar lehetne. Nem, jó kócosat kéne. Ja. És ami legalább nem dreadlock. Ez a fire is szerinted? De animésnek néz ki inkább. De megnézhetjük. Figyelj, nem vesztünk fel sok pénzt. Az, hogy nem lehet izé previewozni. Az akkor a fasság. Hát ez még a kezdőséró. Se. Na nézzük, mik vannak még. Ez a mindenképp kiulokkult, akkor én nézem. Spiked and eyes, talán. Segi. Ezt a segít esetleg. Nagyon bele fogom lógni a szemébe. Szerintem. Hát nem. Ez úgy néz ki, mint egy rakás szar. Mint egy szaros csöves az aluljáróval. De valamilyen kócos, hosszabb haja volt. Még mindig jobban illik hozzá. Várj, az mi volt kettővel felette? Pretty boy. Szerintem ez se lesz jobb. Biztos vagyok benne, hogy nem, de próbáljuk meg. Bazdmeg. Ez nem is úgy néz ki, mint a képen volt. Ez tök más. Ez kurvára nem úgy néz ki. Hagyjál. Jó istenkém. Ez egy ilyen rész lesz, hogy így ilyen... Egyre rosszabb. Szenvedünk. Szenvedünk a memóriakártyával, szenvedünk a sérókkal. Csak az ellenfelekkel nem. Ja, az ellenfelek most jók mennek. Messi, próbáljuk a Messit akkor már. Eddig egyik se nézett úgy ki, mint ahogy... Ja, lehet, hogy ez pont tök máshogy néz ki. Szerintem még ez a legjobb. Forgasd meg a karaktert legalább. Hát érdekes. Figyelj, legyen... Ez ilyen Wolverine-es inkább, nem? Legyen így egy darabig, és nézzük meg, hogy megszokjuk-e, jó? Jó, oké. Okay. Jó, oké.
Nem tudom, hogy rontottunk a helyzetem, hogy javítottunk. De... Hát a Rozsomelk egy jó karakter, szóval... Ahhoz... Ahhoz hasonlít, szóval valamennyire jó. Nem rászeles, de rozsomelkosabb. Figyelj, rászelesebb, mint volt, azért. Annyiban azért értsünk egyet. Jó, oké. Okay. Megdicsért még, hogy jól nézzem ki, nagy. És Megtan. Megjósoltam, hogy megtel lesz itt a boss. A boss. Baus. Baus. Hogy is hívják azt a hülye bérgyilkos feket? Úgy nézzük ki, mint ahogy nagymama faszán, mint a borostás nagymama azzal a hajjal, azzal a képen, nem? De legalább már megtudjuk, hogy Russell Crowe miért olyan ideges, és miért ver meg mindenkit, mert... Akkor benéz a tükörbe, szerintem akkor hülyén áll a hajjal. Szerintem a baseball sapkát. Szegény gyerek. Szerintem csak a képen nézünk ilyen hülyén. Nézzük meg az intro animációt, és ne nyomd el. Nem tudom, te szólj mikor megszoktad. Arc közben amúgy nem néz ki rosszul tényleg, ja. Közelről. Messziről, lehet azért az a hajna, hogy messzi, mert messziről jól néz ki. Nem? Ez nagyon szar poén volt? Hát ja, közben újabb kísérletezéseim voltak a fegyverekkel. Persze nem jön be. De most már megengedhetjük magunknak ezeket a dolgokat, mert most már nézzük, milyen játszikönnyedtséggel velük össze mindenkit. Szét Donkey Kongozom az összes roldékot. Gyorsan kap fel és bassz szét a... Ennyi. Szép. Így kell csinálni. A boss-t könnyebben kinyírtuk, mint a másik kettőt, és már azokat is könnyen nyírtuk. Igen. Ki. Most kezdjük lehagyni a játék nehézségi szintjét. És körbe-rögni közben. Szerintem nem néz ki most rosszul. A borosta mindenképpen jó döntés volt. A borosta határozottan. A nadrág csere, az még jó volt. A cipő is. Csak az a frágya haj. Szerintem a hajat is meg fogjuk szokni egy idővel. Nézők, írjátok le kommentbe, és akkor a következő felvételnél már tudunk cserélni, hogyha nagyon gázi szerintetek. Boom. Új sérunk van, és már leütnek. Nem tetszik az új sér ott köcsön. Karva, igen. Itt is jól néz ki. Hoppáré! Igen, ez az, amitől féltem. Elrabolják a barátnőnket. És a falon úgy néz ki, mintha nem jártunk volna lófa se, pedig igen. Szerintek gyerekek, most arról van szó, hogy elrabolták a barátnőnket, és megfenyegettek minket azzal, hogy nem foglaljuk vissza a területeket, akkor kinyírják, és ha szólunk bárkinek is, akkor kinyírják. Szóval most mindenki, az összes barátunk, az összes címbink, most azt fogja kinyírni, hogy mi rohadt árulók vagyunk, hogy több pénz reményében... Hát végül is elárultuk őket. Elárultuk abból őket. Abból a szempontból.